A vízre szállt bizottságot Kovács Antal, az MBN Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója köszöntötte, aki hangsúlyozta az ilyen alkalmak jelentőségét. Az ellenőrző bizottság tagjai a hajóról figyelhették meg a víz hőmérését végző dolgozókat, mialatt Fenyvesi Csaba, a külső technológiai osztály vezetője látta el információkkal a megjelenteket. A Paksi Atomerőmű életét meghatározza a hatóságok által elrendelt hőmérséklet különbségkorlát, ami előírja, hogy a befolyóvíz hőfokánál maximum 11 fokkal lehet melegebb a kifolyóvíz hőmérséklete. A másik főszabály, hogy a melegvíz csatornától 500 méterrel lejjebb a víz hőfokának abszolút értéke nem lehet magasabb 30 foknál. Hatalmas hozama van a Dunának, tehát ahogy halljuk, hogy másodpercenként 2000 és 6000 köbméter közötti a vízhozama, úgyhogy itt is ez a vízhőmérséklet melegedés nem tud előfordulni, nem lehet olyan veszélyt. De még erre is, amilyen nagy odafigyelést fordítanak, ez nagyon-nagyon megnyugtató, illetve mindenre válaszolnak. A modern technológiával felszerelt szakemberek a mérést a víztani sajátosság miatt több ponton végzik el. A kapott adatbázist összegyűjtik, statisztikailag elemzik, és meghatározzák a megjelölt szelvény hőmérsékletét. Ha az ember látja a tévébe, hogy két politikus női halacskás hőmérővel a pangó vizekben méri a hőmérsékletet, ugye ez azért kiverte a biztosítékot sokunknál, és azt gondoltam, hogy akkor az idén, mivel az erőművel nem lehet bemenni, akkor megnézzük ezt a hőmérsékletmérést, hogy hogyan is ellenőrzi a Paksi Atomerőmű a melegvíz csóvának a hőmérsékletét. A Teit ellenőrző bizottsága továbbá közelről szemügyre vehette a hidegvíz csatorna környékét, ahol megtudhatták, a téli üzemeltetést jégtörők segítik. Az úgynevezett jégdugók kialakulását kerülik el az eszköznek köszönhetően, hogy a víz beáramolhasson az üzemeléshez szükséges hűtés biztosítására.